már régebb óta nem csak utánpótlás neveléssel foglalkozó szekszárdi kerékpáros klub égisze alatt több-kevesebb rendszerességgel feltűnnek olyan országúti kerékpáros tehetségek, akik felkeltik a nyugat-európai klubok érdeklődését is. Néhány évvel ezelőtt a Schneiderék fémjelezte szekszárdi szabadidős kerékpáros esélytől Fábián Ábel vált érdekessé egy holland klub számára, most pedig a szekszárdi kerékpáros esélynél 3 évet eltöltő, pályafutását 5 évvel ezelőtt elkezdő Mészáros Bence kapott lehetőséget arra, hogy 2019-ben Hollandiában egy csapatnál bizonyítsa a kerékpársportra való rátermettségét. Idén U17-es vagyok a klubban, és ők az U19-eseket veszik a legkomolyabban. Ott szinte mindenki kontinentális csapatba kerül ki, és ez még ilyen úgymond tanulóév, és majd jövőre meg azután kell nagyon megnyomni. A 17 éves Mészáros Bence tudja, hogy óriási a felhajtás az országúti kerékpársportban nemzetközi szinten élen járó Hollandiában, és kíváncsian várja, miképpen tud helytállni, illetve beilleszkedni egy magasabb szinten, ahhoz, hogy 2020-ra is legyen ajánlata tőlük, vagy esetleg másoktól. Egy komoly szerződés aláírása eddig egyébként a magyar kerékpárosok közül csak keveseknek sikerült. Kevés, de bíztató nemzetközi tapasztalata azért már van a továbbra is szekszárdon élő országúti bringásnak. Voltam nemzetközi versenyeken, ott elsévesen voltam ilyen első 20 környékén. Idén szerintem erősödtem annyit, hogy akár 10 is lehet belőle. Hát a csapatommal megyek majd ki Belgiumba, Dániába, Hollandiában, utána meg esetleg, ha bekerülök a csapatba, akkor nyár közepén lesz az IOF, az is egy fő cél, és év vége felé, meg lehet, hogy megyek Jugendtúrra, hogyha a csapatomnak sikerül benevezni. A bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok, az IOF, az ifiknek a legnagyobb világversenye lesz az idén Azerbajdzsánban, sok sportágban. És az osztrák Jugendtúr is mindig egy komoly értékmérő verseny, amelyen a közelebbi és a távolabbi múltban több ismerté vált magyar kerékpáros is részt vett. Mészáros Bence a kvalitások adottságok alapján egy sokoldalú versenyzőnek mondható, aki nem egy valamiben emelkedik ki, hanem mindenben, ahogy mondani szokás, a hegyen, az időfutamban, a sprintben, otthon van.